Minden ítéletet hirdetett a bíróság Magyarország legsúlyosabb bűnügyében a 21. században. Az ítéletet követően is elmondtam, az ítélettel nincs vége, mert az indulatok és legfőképpen a felelősség az velünk marad. Tatár-Szentgyörgy az én választókerületemben van, így engem különös felelősség terhel. Mindnyájan olvastuk, vagy remélem olvastuk az ítélet kapcsán az internetes bejegyzéseket, felhívásunkat. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak tenni kell azért, hogy az indulatok megfékeződjenek. Valóságosan is és jelképesen is helyre kell állítani az ország egységét ahhoz, hogy közösen indulhassunk előre. Orbán Viktor miniszterelnök májusban helyesen lerótta kegyeletét Szatmár Németiben, Bara József sírjánál, akit rendőrök kényszervallatás közben megöltek. Akkor egyedül, de mindannyiunk nevében ment. Amint Tamás Gáspár Miklós a miniszterelnök úrnak címzett levelében írta, az államnak, melyet a sors kifürkészhetetlen kegyéből te vezetsz most, felelősséget kell vállalni mindazokért, akik a területén élnek. Ez fokozottan igaz azokra, akik kiszolgáltatottak és szegények. Szeretném ezért megkérni miniszterelnök urat, hogy ennek az ügynek kapcsán tegyük félre politikai ellentéteinket. Jöjjön el Tatár-Szentgyörgyre, és egy általa javasolt időpontban rójuk le közösen kegyeletünket Csorba Róbert és Csorba Robika sírjánál. Hozza el magával Pogácsás Tibort, a választókerület Fideszes országgyűlési képviselőjét, és másokat is, akik fontosnak tartják a közös megemlékezést. Természetesen a közös megemlékezésen részt vesz Mesterházi Attila, az MSZP elnöke is, hogy megmutassuk, az igazi bajban a politikusok is tudnak összefogni. Az áldozatokat feltámasztani természetesen nem tudjuk. De együtt talán tehetünk valamit azért, hogy a jövőben a szegénység, a kiszolgáltatottság és remélem a gyűlölet enyhüljön. Nekünk kell segítséget nyújtani ahhoz, hogy a mély szegénységbe születettek, végletes hátrányain segítsünk. Legyen most ez a legfontosabb. Ezért az MSZP azt javasolja, hogy minden magyarországi településen biztos kezdett gyerekház létesüljön, amely a korai fejlesztéssel a lehető leghatékonyabban ellensúlyozza a kisgyermekkorban elszenvedett hátrányokat. Minden szakember szerint ez a kirekesztés, a kiszolgáltatottság és az egyenlőtlenség csökkentésének leghatékonyabb eszköze. Ennek ezúttal ne szabjon határt a költségvetés. Áldozzunk rá épp annyi pénzt, amennyi szükséges. Legyen ez a közös tettünk a jövőre. Nevezzük ezt a programot Csorba Róbert programnak. Ha a kormány ilyen javaslatot tesz, ennek forrásait biztosítja, a szocialista párt ezt támogatni fogja. És bár Csorba Róbert és Robika halála megrendítő, szörnyű, de talán emléküket meg tudjuk így őrizni. Nekünk nem ítéletet kell hirdetnünk, azt megteszi a törvényszék, minden halál, minden jogtalanul elvett élet borzalmasan fáj, fájt Szögi Lajos, Marian Kozma, Nagy József, Csorba Róbert halála is. Itt a pillanat, hogy a politikai elit túlemelkedjen kicsinyes és szánalmas sérelmein. Mutassuk meg együtt, hogy nem félünk kiállni azokért az eszményekért, melyért 1988-ban a rendszerváltás hajnalán még együtt harcoltunk, bármely politikai oldalra is sodort minket a történelem és a politikai akarat.